Bíznak a bizalmatlansági kimenetelében. Ma felolvasták a bizalmatlansági indítvány szövegét, sőt az ellenzék már döntött a miniszterelnök jelöltjükről is. A koalíciós partnerek azonban nyugodtak. Egyházi tabu témák. Erőteljesen kampányol az ortodox egyház a szexuális nevelés tantárgy bevezetése ellen. A tanügyminisztérium áthidaló megoldást javasolt. Itthon vagyunk. Már nem kell otthon a képernyők mögött ünnepelniük a nagyváradiaknak. Zajlanak a Szent László napok. Most sem lesznek több ezres nagyságrendű rendezvények, de a találkozás lehetősége adott lesz mindenkinek. Köszöntöm Önöket, híradónkat látják! Benyújtotta a bizalmatlansági indítványt a kormány ellen a Szociáldemokrata párt. A PSZD szerint eljött az ideje annak, hogy a Kucu kabinet távozzon. Az átonyra futott Románia a Kucu kormány fantasztikus rekordja című bizalmatlansági indítványban a PSZD azt állítja, hogy a kormánykoalíció elképesztő sebességgel sodorja a román gazdaságot a szakadék felé. Az országos helyreállítási terv egy katasztrófa, befagyasztották a nyugdíjakat, a béreket és a gyermekpénzt, fogalmazott a parlamentben tartott sajtótájékoztatón Sorin Grindeanu, a PSZD első alelnöke. Romani, în aceste luni, az elmúlt hónapokban a romániaiak leszegényedtek. Csak Kucu fejében fordul meg, hogy a románok jobban viszik. Ehhez képest az energiaára csak nem megduplázódott, a benzinára 6 lej fölé ugrott. A románok 70%-a úgy véli, hogy rossz irányba halad az ország. Reménykedünk abban, hogy ebben a 70%-ban benne vannak a kormánykoalíciót alkotó pártok honatyái is, és megszavazzák a bizalmatlansági indítványunkat. Hozzátette, az a tény, hogy a Penele úgy döntött törvényhozói elhagyják az üléstermet, amikor a szavazás az indítvány kapcsán elkezdődik a parlamentben, világosan mutatja, hogy a liberális vezetők félnek még saját képviselőiktől is. Grindeanu szerint, amennyiben a bizalmatlansági indítványt megszavazza a parlament, várhatóan a jövő héten, a PSZD két megoldást javasol a politikumnak. Egy Alexandru Rafila által vezetett kormányt vagy előrehozott választásokat. Ennek azonban igen kevés az esélye, véli az RMDSZ képviselője. Az ellenzéknek az a dolga, hogy bizalmatlansági indítványt nyújtson be, és nyilván tudtuk azt, hogy a szociáldemokraták nem fogják kihagyni ezt a lehetőséget. Azt is tudtuk, hogy az ülésszak végére tervezik a benyújtást. Tekintve, hogy eddig, ha jól emlékszem, három egyszerű indítvány volt, amelyet sikerült visszautasítani, én nem hiszem, hogy gond lenne, tehát a többsége van a koalíciónak a parlamentben, tehát én úgy gondolom, hogy úgy vélem ebben a pillanatban, hogy nincs esélye a bizalmatlansági indítványnak. Az RMDSZ egyébként még nem döntött arról, hogy részt vesz-e a szavazáson, de ez Csoma Botond szerint semmiképpen nem befolyásolja a bizalmatlansági indítvány sorsát. Minden korlátozást feloldottak a magyar-román határon a két ország állampolgárai számára, ezzel visszaállt a járvány előtti állapot, tájékoztatott Facebook bejegyzésében Magyarország kolozsvári főkonzulátusa. Ez azt jelenti, hogy a mai naptól karantén nélkül tud utazni Romániából Magyarországra és Magyarországról Romániába minden magyar, magyar-román, illetve román állampolgár, áll a kolozsvári magyar diplomáciai képviselet bejegyzésében. A közleményben ugyanakkor felhívják a figyelmet, hogy a határon ugyan nem, de Magyarországon a szolgáltatások igénybevételéhez továbbra is szükség van védettségi igazolványra vagy román oltási igazolásra. A magyar közlönyben megjelent kormányrendelet szerint mától Magyarországra Románián kívül korlátozás nélkül lehet utazni Horvátországból, Ausztriából, Szerbiából, Szlovákiából és Szlovéniából is. Kedvezően véleményeztem a képviselőház és a szenátus jogi bizottsága Fábián Gyula jelölését a népügyvédje tisztségére. A kétház együttes plénuma várhatóan hétfőn nevezi ki az RMDSZ jelöltjét az ombudsmani tisztség betöltésére. Jó napot kívánok, drágy kollégák, din Penele! Puskaporos hangulatban zajlott szerdán a népügyvédje tisztségre javasolt Fábián Gyula meghallgatása a kétház jogi bizottságában. Kérdéseikkel az autonómia, a nemzeti kisebbségek jogai kapcsán támadták a jelöltet. Ce părere aveți despre autonomia ținutului secuiesc? Este foarte important pentru noi.
Întrage prește autonomia ținutului secuiesc. Într-un fel m-am așteptat la această întrebare și doresc să vă spun că în cadrul Consiliului Europei, adunarea parlamentară, prin rezoluția numărul 1334/2003, a recomandat tuturor statelor membre instituirea unor astfel de forme, rezoluția fiind intitulată Experiența pozitivă a regiunilor autonome ca sursă de inspirație pentru soluționarea conflictelor din Europa. Vă vorbesc în calitate de reprezentant al unei minorități italiene, în speță minoritatea italiană în Parlamentul României, și nu am auzit din cuvântarea dumneavoastră niciun cuvânt despre respectarea drepturilor cetățenilor români de anumite etnii. Vă asigur că, având această sensibilitate specială pentru minorități, nu vor fi uitate nici aceste grupuri etnice, dar, pe de altă parte, eu trebuie să fiu avocatul poporului. Végül a jogi bizottság többségi szavazattal kedvezően véleményezte Fábián Gyula jelölését az ombudsmani tisztségre. Híradónknak kifejtette, az ellene irányuló kérdésekre számított. Meglátjuk, hogy a parlament vajon túl tud-e ezeken a dolgokon lépni. Én úgy gondolom, hogy tudtam felelni azokra a támadásokra, amelyek engemet értek. Az autonómiával kapcsolatban pedig újra elmondom, hogy ez egy egyesség kérdése, jövő kérdése. Fábián Gyula ügyész, egyetemi előadó tanár ombudsmani jelöléséről a koalíciós partnerek kedd este állapodtak meg. A plénum várhatóan hétfőn szavaz kinevezéséről. Közben a szociáldemokraták arról tájékoztattak, a Velencei Bizottság levelet intézett a parlament két házelnökének, amelyben kéri, tisztázzák Renate Weber tisztségből való visszahívása körülményeit. A szociáldemokraták úgy vélik, a kinevezés elindításával meg kellene várni a taláros testület döntését az ügyre vonatkozó alkotmányossági kifogás kapcsán. A kormánykoalícióban még mindig nehezen jutnak közös álláspontra a szexuális nevelés oktatásáról az iskolákban. A Román Ortodox Egyház pedig ismét a törvényjavaslat ellen kampányol. A tanügyminisztérium mindeközben alternatívát próbál kitalálni a tantárgy bevezetésére. Az iskolai szexuális nevelés bevezetéséről szóló törvény tavaly márciusban szavazta meg a bukaresti parlament, így azt áprilisban Johannis ki is hirdette, de az ortodox egyház tiltakozását követően módosították a jogszabályt, hogy a tantárgyat egészségügyi nevelésnek nevezzék át, és az órákon való részvételt a szülői beleegyezéstől tették függővé. Mindeközben kormányzati szinten még mindig nem született döntés a témában. Az ortodox egyház ismét erőteljesen kampányol a szexuális nevelés ellen, a gyermekek ártatlansága elleni merényletnek nevezik a tantárgy kötelező bevezetését, amely megakadályozza a fiatalokat természetes fejlődésükben, és arra készteti őket, hogy korábban kezdjenek nemi életet élni. Novák Csaba Zoltán szenátor erre reagálva a híradónknak azt nyilatkozta, az egyháznak a saját hatáskörébe tartozó feladatokat kellene ellátnia. Az egyház és minden, ami az egyházi fejhatóság és hatáskörben tartozik, el kell lássa a feladatát a saját szakterületén, és a világi jellegű oktatási kérdésekben esetleg tanáccsal vagy véleménnyel jöhet, de semmiképpen sem ilyen komolyabb ajánlásokkal. Én azt gondolom, hogy a társadalomnak kell eldönteni, a mindenkori társadalomnak és a mindenkori társadalmat irányító intézményeknek kell eldönteniük, hogy mi szükséges és mi nem. Szorin Kömpjánu egyébként tegnapi sajtótájékoztatóján elmondta, teljes mértékben egyetért a szexuális oktatás bevezetésével az iskolákban, de tisztában van azzal, hogy sok szülő is a kifejezésből teljesen másra is gondolhat, mint amiről ezek az órák szólnának, ezért konkrétabb nevet kellene adni ennek a disziplinának. A minisztérium ezért olyan tantárgy bevezetését szorgalmazza, amely több modult fog tartalmazni, köztük szexuális nevelést is. Propunerea Ministerului Educației este aceea de a fi integrată această disciplină.
Az Oktatási Minisztérium javaslata az Életre Nevelés című kötelező tantár bevezetése az iskolában, amelyet modulokra bontva oktatnánk a tanulók életkorának megfelelően. A tantár tartalmazna a polgári nevelést, egészségügyi nevelést, szexuális nevelést, egészséges táplálkozás és elsősegélynyújtás ismereteket, jogi és pénzügyi nevelés, valamint közlekedésbiztonsági ismereteket is. Pe care am putea să le prindem într-un sistem modular sub conceptul educație pentru viață. 5. osztálytól 12-ig heti egy órában vezetnék be a tantárgyat, mondta Kömp Jánu. Amennyiben egy-egy szülők úgy döntenek, hogy gyerekük nem vehet részt a szexuális nevelés modulon, ezt írásban kell jelezniük. Ebben az esetben az életre nevelés tantárgyból a tanuló végső jegyét a többi modulban elért eredmények alapján számítják ki, szögezte le a miniszter, hozzátéve, hogy mindenképpen fontos lenne a diákoknak ez a felvilágosítás, hogy javíthassunk a siralmas abortus statisztikán, és csökkenjen a kiskorú anyák száma is. Elvesztette a pert alapfokon a marosvásárhelyi polgármesteri hivatal a hulladékgazdálkodóval szemben. Amennyiben marad az alapfokú döntés, a városvezetésnek jelentős összeget kell kifizetnie a szolgáltatónak. Híradónk korábban már beszámolt arról, hogy a marosvásárhelyi városvezetés nem volt hajlandó kifizetni bizonyos számlákat a Szilevi-Szalubriszerv hulladékgazdálkodási cégnek. Ennek hátterében az állt, hogy a szolgáltató által bejelentett és a hulladéklerakóhoz leszállított mennyiségek között jelentős eltérések voltak. Emiatt felmerült a gyanú, hogy a cég többet számlázott, mint amennyit valóban összeszedett és elszállított. A cég pert indított a polgármesteri hivatal ellen, a bírósági döntés pedig előbbinek kedvez. Vannak olyan számlák, amelyeket a polgármesteri hivatal szakapparátusa megtámadott, visszautasította a kifizetőséget, jogtalannak tartották, és ez ellen eljárást indított az operátor bírósági szinten. Vannak döntések, bírósági döntések már, mely szerint megállapította bizonyos kifizetéseknek a jogosságát, és ezekre irányoztunk elő összegeket ezeknek a kifizetésére. A bírósági döntés alapfokú, azaz nem végleges. Amennyiben viszont marad az alapfokú döntés, a cég által kiállított és a városvezetés által túlzottnak talált számlákat ki kell fizetni. A marosvásárhelyi önkormányzati képviselők 4,5 millió lejt irányoztak elő a költségvetésbe, hogy amennyiben meg lesz a jogerős döntés, és az a szolgáltatónak kedvez, akkor legyen miből törleszteni. Erre ugyanis a végleges bírósági döntéstől számítva fél év áll majd a hivatal rendelkezésére. Helyi vállalkozók támogatásával kapott zongorát a Nagyváradi Művészeti Liceum néhány tehetséges tanulója. Az adományt olyan diákok vehették át, akik az elmúlt időszakban sokat fejlődtek, és várhatóan néhány éven belül komoly sikereket érhetnek el az előadó művészeti pályán. Művészeti Liceum három tehetséges diákja az iskola közvetítésével és helyi vállalkozók összefogásával. A hangszereknek köszönhetően a fiatalok most már napi rendszerességgel tudnak gyakorolni otthonaikban is, ami elengedhetetlen ahhoz, hogy magabiztosabbakká váljanak és kimagasló eredményeket érjenek el a későbbiekben. Egy baráti beszélgetés során meséltem arról, hogy milyen tehetséges diákjaink vannak, és olyan jó lenne ösztönözni őket, hogy még többet gyakoroljanak, vagy hogy még inkább, még tudatosabban válasszák a művészi pályát. És ebből a beszélgetésből aztán több beszélgetés lesz, egymást megkeresték az ismerősök, barátok, és azt mondták, hogy jó lenne összefogni, és elindítani egy ilyen kezdeményezést, ahol a tehetséges diákokat támogatjuk. A helyi vállalkozók összefogásának köszönhetően első körben egy ikerpár és egy bihardiószegi diák vehette át a zongorákat. A jószándékú adományozók tervei között szerepel, hogy az iskola kimagasló tehetségei számára több hasonló támogatói programot is szerveznek a későbbiekben. Nagyon örülünk, hogy vannak olyan szülők, akik továbbra is a gyerekeiket művészeti iskolába járatják, még a nehéz helyzetben is vannak, nehéz anyagi helyzetben, és úgy gondoltuk, hogy akkor kutya kötelességünk, összeálljunk egy páron is valahogy. Segítsünk, lendítsünk a dolgon, még hogyha így nem is tűnik ez egy nagyon nagy projektnek. Talán egy első lépés arra vonatkozólag, hogy a jövőben is lesznek még hasonló kezdeményezések, vagy folytatódik ez az eseménysorozat. A Nagyváradi Művészeti Liceum Bihar megye és a régió egyetlen olyan művészeti oktatást biztosító intézménye, amelyben 5. osztálytól egészen az érettségi megszerzéséig tanulhatnak magyarul a diákok. A számos kimagasló tehetségű diák közül többeket nagy színpadon is láthat majd a közönség az elkövetkező években.
Nem szerepel egy jó ideje az első osztályos kerettantervben a szépírás tantárgya, ezért a pedagógusok az anyanyelvórákon igyekeznek felhívni a diákok figyelmét a szép, ívelt betűk formázására. Erre pedig az online oktatás sem volt jó hatással. A nyárátszeredai Deák Farkas általános iskola tanítónője stábunknak kifejtette, hogy miként ösztönzi az elsősöket arra, hogy szépen írjanak. A szavak másolását gyakorolják a nyárátszeredai Deák Farkas általános iskola elsős diákjai. Stábunk ott léte alatt a szép, ívelt betűk rajzolását gyakorolták a ferdevonalas füzetbe, amelyet majd az óra végén a tanítónéni ellenőrzött és meg is dicsérte a tanulókat. Az első osztályos kerettantervben külön tantárgyként nem szerepel a szépírás, de a heti 7 anyanyelvórán igyekszik felhívni a kisdiákok figyelmét a betűk szép megformázására, a rendezett füzet kialakítására és megtartására, mondta a Deák Farkas általános iskola első C osztályának tanítónője. Első osztályban a ferdevonalazású füzetet kérem, ami szerintem nagy segítség, főleg az olyan tanulóknál, akiknél még a szemkéz koordinációja, finom mozgások még nincsenek tökéletesen kialakulva, és így tudják követni a vonalak vezetését. A tanulókat úgy próbálom ösztönözni, hogy a szép írásos füzeteket, tehát mindig fölemelem a gyerekek előtt, megmutatom, persze a tulajdonos az nagyon-nagyon boldog, és büszke, hogy az ő füzetét mutogatjuk. Próbálom mutatni, hogy mindenkinek így kell kinézni a füzetének. Hozzátette, az online oktatás nem kedvezett a szépírás elsajátításának. Az írás folyamán ejtett hibákat pedig azonnal javítani kellene, azért, hogy azok ne rögzüljenek helytelenül, és ezt a képernyőn keresztül nagyon nehéz megvalósítani. Amióta azonban ismét jelenléti oktatás zajlik, igyekeznek behozni a lemaradást, és kialakítani a diákokban a szépírás iránti igényt. Fesztiválos jellegű film hétvégére készül Csíkszereda. A ma kezdődő rendezvényen 17 filmet tekinthet meg a nagy érdemű. Emellett koncertek és közönségtalálkozók is lesznek, ahol a vetített filmek alkotóival találkozhatnak az érdeklődők. A pénteken tartandó kormányzati tanácsülésen a Csíki mozi infrastruktúráját, épületének gondviszállását átadjuk a Rosszi Kuri Közösségi Társulásnak, amely a szakszeretekművédési... Hamarosan a Művészetek Házát is adminisztráló, a Város és a Hargita megye tanácsa által létrehozott Rosszi Kuri Közösségi Fejlesztési Társulás ügykezelésébe fog kerülni a Csíki mozi, mondta a közelgő fesztivál részleteit ismertető sajtótájékoztatón Korodi Attila polgármester. Ezzel is azt szeretnék elérni, hogy a mozi által nyújtott élmény elérhetővé váljon a csíkszeredaiak számára. Ugyanezt a cél szolgálják a napokban zajló Filmszereda egyes vetítéseinek, lakónegyedekbe való kiköltöztetése is. Két ingyenes vetítési helyszínünk lesz, érdemes követni a programot, hogy ezek mikor vannak. Az egyik a Temesvári Sugárúton, az óceánnal szembeni üres területen lesznek elhelyezve a székek, a másik pedig a Pacsita sétányon a sportpályán. Hát jelen lesz a dokumentumfilm műfaj, ezek művészfilmek, játékfilmek, vígjátékok és a gyerekfilmek is. Az 5 napig zajló filmfesztivál keretében különböző műfajban 17 filmet láthatnak az érdeklődők, tájékoztatott a szervező Mihály László. A vetítéseket követően rendezőkkel, színészekkel is lehet majd találkozni, beszélgetni. A helyi vonatkozású filmjeink azok mindenképpen nagy érdeklődésre tarthatnak számot, hiszen tematikájában és szereplők szempontjából is helyek, tehát helyi főszereplők, ezek helyi rendezők rendezték, ami pedig még ismét egy különleges, az egy bemutató, előtti bemutató, ezt a zárónapon fogjuk tartani, Budapesten csak ezután fogják ezt a filmet bemutatni. Ez a Nagy Viktor Oszkár által rendezett Becsúszó szerelem című film, melyet június 27-én a Mikóvár udvarán fognak vetíteni. A Mikóvárban és a Csíki moziban zajló vetítésekre jegyek a pillete.ro oldalon válthatók. A tavalyi év gyakran hallott felhívására a Maradj otthonra válaszként az Itthon vagyunk mottóval kezdődött el az immár 9. alkalommal megszervezett kulturális fesztivál a Szent László napok Nagyváradon. Bár az idén a több ezer embert megmozgató rendezvények elmaradnak, de a hét folyamán számos kulturális eseménnyel, kiállítással és koncertekkel várják az érdeklődőket.
Egy év kihagyás után kerékpár túrával, rendhagyó kiállításokkal, koncertekkel, valamint a római katolikus székesegyház előtt álló Szent László szobor megkoszorúzásával kezdődtek el a nagyváradi Szent László napok. A kulturális fesztivál mindemellett, hogy emléket állít a városalapító Lovag királynak, változatos programjaival immár 9 éve járul hozzá a közösség építéséhez, valamint az összetartozás erősítéséhez nem csak Bihar megyében, hanem a határokon túl is. Nem egy szokványos Szent László napot kellett rendeznünk, hanem egy olyat, amelyikbe össze kellett hangolni az előírásokat a lehetőségekkel, az embereknek pedig össze kell hangolni a lehetőségeket azzal, hogy mit bírnak ki, mert bizony nem könnyű neki sem, hogy esetleg maszkba kerülniük. Ez van, de legalább együtt vagyunk. Tavaly billentyűk mögött voltunk, ma már legalább vagy ebben az évben ki tudunk már egy kicsit bontakozni, bízom benne, hogy jövőre pedig most már visszanyerjük eredeti életünket. A királyi héten a hagyományokhoz híven Debrecen megyei jogú város önkormányzata több programmal is képviselteti magát, az idei év különlegességeként egy Szent Lászlót ábrázoló virágkocsi is elkészült, melyet a rendezvény minden napján a nagyváradi várban tekinthetnek meg az érdeklődők. Hagyományos a jelenlétünk a Szent László napokon, hiszen a két várost évszázados kapcsolatok fűzik össze, a kultúra ezen kapcsolatoknak a legfontosabb területe, amin keresztül meg tudjuk mutatni és meg tudjuk élni közösségünket, és nem is kérdés, hogy végre a pandémia után újra itt tudunk lenni, és örülünk annak, hogy egy színes, klasszikus kultúrától a popkultúráig érő kínálattal tudunk részesei lenni a Szent László napoknak. A rendezvény sorozat központjában ez alkalommal is a zenei események állnak. A 2019-ben nagy sikerrel indított Zenél a város programot újra gondolták és kibővítették, így minden nap Nagyvárad különböző helyszínein klasszikus és régi zenei dallamok csendülnek fel. A kulturális hét során újra benépesül a nagyváradi vár is, ahol családi és gyermekprogramokkal, kirakodóvásárral és folkudvarral várják a kikapcsolódni vágyókat. Változások a brassói koronánál. Sporttal folytatjuk. Megkezdte a felkészülést a soron következő idényre a brassói korona jégkorong csapata. A belföldi bajnokságot és a kupát is megnyerő brassói csapat játékos kerete nagyon megváltozott. A farkasok közül többen választottak új csapatot, de új lesz az edzői stáb is. Másfél hónap szünet után indította felkészülését a brassói korona jégkorong csapata. A játékosok 5 hétig csak erőnléti edzéseket és koordinációs gyakorlatokat végeznek. Minden nap van egy edzés, dolgozunk kardióra eleinte, aztán tovább megyünk egy kicsit, az erőnlétet fogjuk fejleszteni, és a végén beteszünk dinamikusabb gyakorlatokat a felkészülésnek a végén, és majd augusztusban a csapat jégre fog menni az edzővel. Az előző idényhez képest a keret jelentősen megváltozott. 3 meghatározó légiós is távozott, Cody Foley és Joe McFadden a Ferencvároshoz, Tomás Klempa pedig a szlovák bajnokságban szereplő érsekújvárhoz igazolt. És az edzői stábban is történt változás. Zsók Levente az ifjúsági csapat irányítását vette át, helyére pedig Strang Hunor érkezett a DVTK Jegesmedvégtől. Tőke Zoltán szerint, bár a régi csapattársaik hiányozni fognak, a cél az új szezonban is ugyanaz marad. Szeretnénk megismételni a tavalyi eredményeinket. Elég jó sikerült szezonunk volt a tavaly, ugye sikerült a Román kupát megnyerni, aztán ezt a ligába döntőbe jutni, Román bajnokságot ezt meg behúztuk. Nyilván ugyanezek a céljaink vannak, hogy próbáljunk meg minél jobb eredményt elérni a jövőbe is. Az előző idény legnagyobb csalódása a brassói korona számára az volt, hogy noha bejutott az Erste Liga döntőjébe, a 6. mérkőzésen elveszítette a sorozatot Csíkszeredával szemben, így ezüstérmes lett. A farkasok idén is indulni szándékoznak a magyar bázisú bajnokságban, ám erről csak július 1-én dönt hivatalosan a Román Jégkorong Szövetség. Ez volt a híradó. Kollégáim nevében is köszönöm figyelmüket, a viszontlátásra!
Műsorunk elérhető az interneten, YouTube-on és Facebookon.